Száraz, félig penészes kalács kerül a kukába, mivel emberi fogyasztásra nem alkalmas, így ez nem minősül pazarlásnak. Ám ha csupán száraz lenne a péksütemény, nem ez lenne a helyzet. Megkérdeztük a szekszárdi lakosokat, mit kezdenek a feleslegessé vált élelmiszerrel. Nem, amit tudok, felhasználok. Többen tudatos vásárlóként figyelnek arra, hogy ne képezzenek felesleges szemetet, és csak annyi élelmiszert vásárolnak a boltban, amennyire szükségük van. Feleslegesen nem vásárolunk. Annyit veszünk, amennyit általában elfogyasztunk, úgyhogy nálunk nagyon minimális az, amit kidobunk. Előfordult, hogy mondjuk a kuka tetejére rakott ki zsemlét, hogy más esetleg elvigye, vagy nem. Egyéb formát? Nem, mert kenyeret meg abszolút nem. Én, ha veszek, akkor lehűtöm, méhűtőbe beteszem, és akkor mindig annyit veszünk elő, amennyit megeszünk, vagy zsemlemorzsát csinálunk belőle, úgyhogy nem pazarolunk. Igyekszek úgy vásárolni, hogy elfogyjon az étel. Akadtak olyan lakosok is, akik minden élelmiszert igyekeznek felhasználni, és szinte semmit sem szoktak kidobni, mert a háziállatok etetésére kiválóan alkalmasak a maradékok. Van egy 80 kilós kutyám, 4 macskám, mindent megfőzök, mindent felhasználok otthon. Semmit nem dobok ki. Semmit nem dob ki? Nem. Tehát dobom, még a penészes kenyeret sem? Azt sem, mert csirkeim is vannak. Nem dobom ki. Van 2 szép kutyám, és az általában meg szokta enni. Semmit nem dob ki? Hát, valamit kidobok. Például alma, amikor megrohad a fáról, leszedem ilyeneket. De hús, meg ilyesmit, az biztos, hogy nem. Magyarországon egyébként pozitív irányba változott ez a folyamat. 2016 és 2019 között 4%-kal csökkent a keletkezett háztartási élelmiszer hulladék mennyisége. Ez azt jelenti, hogy míg 3 éve 68 kg élelmiszer dobott ki egy átlagos magyar éves szinten, addig 2019-ben 65 kg-ot. Kassa Gyula, a Nébih munkatársa, a Maradék Nélkül program vezetője kifejtette, mi minősül élelmiszerpazarlásnak. Fölöslegesen vesznek, vagy fölöslegesen készítettük el, vagy fölöslegesen sokat tettünk ki a tányérunkra, vagy hagytuk, hogy megromoljon az élelmiszer. A nem elkerülhető élelmiszer maradék, az pedig az élelmiszereknek azon része, amit élelmiszerként vettünk meg, de nem fogyasztható részt. Szeptember 29-én van az élelmiszerpazarlás elleni világnap,